A forgatási helyszínt a Hotel Tiliana Budapest biztosította. Együttműködő partnerünk a Mária Rádió. Made in Media. Média megjelenés. Rádióban és televízióban. Országszerte. Együttműködő partnerünk az Exilis. Játszva lehet fogyni. Sztárportré a YouTube-on is. Mindannyian különbözőek vagyunk. De van valami, amiben egyetértünk. Vannak közöttünk barátok, és vannak ismerősök. Időnként a különbözőség. Máskor a hasonlóság, ami összehoz minket. Néha az ismeret. Máskor a tapasztalat, amit megosztunk egymással. Számítunk egymásnak. És számíthatunk egymásra. Beszélgetések, ismert emberek és mély témák hétről hétre. A Sztár Portré most következik. A műsorvezető Molnár Szabolcs. Önök mindent megtartanak, amit ajándékba kapnak? Ez a mai kérdésem. Mindjárt kezdünk. Tele van egy szekrényem mindenféle ajándékokkal, amiket nem rakok ki, hanem tudom, hogy ott vannak, és hát szóval kiállítást lehetne csinálni belőle. Mindig elfogadod? Ha valaki szeretettel ad igen, valamit? Igen, mindig elfogadom. Igazából egy dolgot bántam meg egyszer, ami ajándék, nem kacatról van szó. Győrben voltam egy szabadtéri előadáson, és nagyon jól sikerült. Tehát ez egy nagyon nehéz feladat szabadtéren, és pláne az ember playbackre dolgozik, és énekli a dalokat, és keresi a kapcsolatot a közönséggel, fönn van a színpadon, tudom én hány száz méterre tőlük, és akkor lementem közéjük, és ott hagytam a színpadot, és lennénekeltem a közönség előtt, és ezt nagyon értékelték. És amikor vége volt, akkor kaptam virágot, mindent kaptam, és kaptam egy üveg mák likört, azt hiszem. Valaki ott a közönség soraiban lehet, hogy haza akarta vinni, mert az a kedvenc itala lehetett, vagy nem tudom miért, és nekem adta. És azon gondolkodtam, hogy tulajdonképpen ezt nem szabad otthon elfogadnom, mert én nem szeretem a máklikört. És esküszöm rá, még mindig ott van fönn a polcon, néha leszokta törölni róla a polt, de ez egy, tehát vannak ilyen pillanatok, de nem tudom, nem sérthetem meg vele az illetőt, aki szeretettel adja. Csodálatos lehetőség. Most itt vagyunk a műsorban, és akkor lényegében tovább lehet fűzni. Ezt valószínűleg egy olyan ember adta, aki téged szeret, követ. Visszaadnád neki, hogyha jelentkezne, hogy én vagyok az Károly, aki ezt magának adtam 10 évvel. Az a baj, hogy nem adod vissza? Megkóstoltam. de ott abban is maradt a dolog. De a maradékot szívesen visszaadom. Így is vissza lehet. Ezen inkább fog neki örülni, hogy még meg is kóstolt a Rezső, igen, és tényleg visszaadott? Tehát ha valaki mondjuk a közösségi oldaladon ott... Hát van egy közösségi oldalon, a Sót és Rezső Rengói oldal. Ha valaki jelentkezik, akkor vissza fogom neki adni. Úgy, hogy az övé, nem úgy, hogy valaki. Hát persze, de szerintem ez így, igen, lehetséges. Neki le kell írnia majd akkor azt, hogy hol és mi történt, hát, mert te emlékszel. Hát van hozzá bátorságot. És visszaadod. Igen. Tovább ajándékozni szerinted lehet olyan tárgyakat, amiket te kaptál? Nem szoktam. Én azt mondom, hogy ami nekem szól, az enyém. Az vagy bekerül valahova, és aztán vagy mikor már nem leszek, akkor biztosan nagy bosszankodásra ki fogják szólni majd az utódaim. Mert ők nem is értik, azt mondják, hogy honnan van. Tehát nehéz dolog. De például ilyen is előfordul, hogy amit ugyancsak nem szeretek, pedig tudom, hogy állati sok szeretettel érkezik hozzá, amikor ruhadarabokat adnak ajándékba. Mert egészen más az ízlésen, nem mindig találják el. De tudom, hogy rengeteg szeretet van benne. Pulóver, blues, ing, sálat kell sálat neked adni. Sálat nem, sálat nem adnak, pedig azt lehetne adni. Sálat kell Rezsőnek ajándékban. Nem biztos, könyörgöm, nem biztos senki sem. Igazán azokban is vannak dolgok, amiket csak én érzek, amik nekem jelentenek valamit, és amit megfogok, és akkor azt tudom, hogy az nekem jó. És azt más nem nagyon tudja eltalálni, hát ez inkább nem. De még mindig jobb, ha egy sálat adnak ajándékban, mint hogyha mondjuk egy porcelán kakast, vagy nem tudom mi. Olyan ajándékaim is vannak, hát, sőt, vannak olyan virágaim is, amik ilyen költemények. Van élő virágot is kaptam, azok is szépen cserperednek.
És ezek jó dolgok. Lehet, hogy néha te is veszel olyan tárgyakat, amit tulajdonképpen megveszel, előfordul, hogy megveszel valamit, és soha nem használod. Volt ilyen. Amikor nagyon úgy lesz, hogy azonnal meg kell vásároljam, mert ez nekem kell, és akkor mire hazavittem, akkor már nem is teszed annyira, úgyhogy kész. És a lomtalanítás, az van néha, az egy fontos dolog, a lomtalanítás. Először is mondjuk ruhaneműket nem szoktam kitenni, a ruhaneműket általában elajándékozom. Uh-huh. Tehát vannak ilyen humanitárius intézmények, ahol ezeknek jó helye van, és akkor azt mindig... Bezsákolod, elviszem? Igen, bezsákolom, és akkor elviszem. Aztán vannak technikai dolgok, ami például mondjuk egy televízió, vagy egy tönkrement hangfal, vagy egy elromlott italhűtőszekrény, most például van egy ilyen az ajtóm előtt, alig várom, hogy ki legyen írva, hogy lomtalanítok, viszem le már is, és akkor a sorsára jut. Van olyan tárgy, amit gyűjtesz? A macikat. Tényleg? Igen. Nagyon sok macink van. Nem csak nekem, a feleségem is imádta macikat, meg én is, és rengeteg macink van mindenütt. De mondjuk a kapott mackóknak, igazából én is, ahol voltam, hoztam, kaptam is mackókat. Például, ez hogy kezdődött? Meg régi történt nem a emlékszem, mackó? Nem emlékszem, hogy kezdődött, de úgy kezdődött, hogy egyszer csak megjelent, és egyre több mackót, és sok mackókat. De például van egy macka, amit én hoztam a feleségemnek, az Las Vegasban láttam a David Copperfield show-t, uh-huh. és az előtérben ilyen bordó színű és rózsaszín kombinációjú maszkókat lehetett kapni. És mondom, ezt muszáj hazavinni, annyira cuki volt, hogy ilyen nem volt még. És akkor bementem megvettem, nem tudom én, $10 volt, vagy jó Isten tudja, és bevittem a szállodába, és az asztali lámpa nagyon erősen világított, és rátettem a tetejére. Megégett a feneke? Elolvadt a feneke szegény Vegasi maszkónak, de azért használható, tehát nincsen vele olyan súlyos baj. Csak a fenekén oda pörkölődött, mert a lámpa annyira közel volt hozzá, csak az illatára ébredtem, hogy hoppá, mondjuk ez nem jó helyen van, és akkor már később van. Megúsztad, lehet, hogy megmentett a mackó. Lehet, mert a szállod leégett volna. Szerintem az a kacagyűjtő, akinek van egy tárgya, és eldöntötte, hogy nincs rá tovább szüksége, és nem dobja ki. Tárolja. Igen. Na, ez a kacagyűjtő. Én, amivel így vagyok, hogy nincs rá tovább szükségem, azt eldobom. Dobod, vagy pedig adod? El is lehet tulajdonképpen ajándékozni. Az elajándékozásra is úgy érted, hogy a lakásból kikerül. Uh-huh. Akkor fogalmazunk így, az, hogy éppen hova nekünk. Van először az első körben, ami kín van a polcon, nyilván napi használatban. Aztán, hogyha nem... Hogy amit frissen kaptál ajándékba, arra gondolsz? Nem csak frissen, amit így naponta használ az ember. Ja, tehát, uh-huh. hogy... Azok ott vannak a polcon. Aztán utána ezt áttesszük egy dobozba, a dobozból áttesszük a raktárból átkerül anyukáméknak a lomkamrájába, onnan pedig van a kertünkben egy gyűjtőhelység, és az az utolsó körös. Oda meg a környező településről járnak nyaralókat feltörni, úgyhogy általában azok viszik el, és ott lehet, hogy egy további körforgásba kerül. Oda is lehetne adni, nem kellene várni, amíg feltörik, nem adják ide oroszék, hát be kell törni hozzájuk pedig. Milyen jó lenne, hogyha kinyitnád, hogy tessék. Ja, nyitva van az ajtó, hát most igen. Nyitva is van most már. Nyitva van az ajtó, úgyhogy elviszik. Nem okozott nekem ez így soha problémát, ha valamit ellopták, elvették, nem ragasztodom. Hát most ezt mondod a nézőknek, semmi probléma, bármit is ellophatnak ő, legközelebb a kabátod is elviszik. Ugye? Nem zavar? Annyira nem. Éppen mindig van, mondom, mint aktuálisan valamit nagyon kedvelek. Most például nagyon szeretem az autómat. Biztos rosszul esne, hogyha elvinnék. De van rajta kaszkó, úgyhogy végül is veszek egy másikat. Tényleg el is lophatják? Hát nem bármi? Én nem szoktam ezen annyira felidegesíteni magam. Tehát elloptak. Nem idegeskedem és nem aggódom. Nem, de akkor a tárgyak végül is gyűlnek. Ugye? Gyűlnek, ott sorakoznak egyre inkább. Tehát be lehet juttatni tárgyat hozzátok, nyugodtan ad valaki valamit, nagy szeretettel rögtön bejut, viszed haza, teszed ki, feleséged lehet, hogy mondja, már megint egy tárgy, Gyuri. Mondja. Ne már, Gyuri, ezt most ide akarod tenni? Ne, és ezért van az, hogy a férfiak ilyenek,
én is engedem, hogy néha ilyen fölösleges dolgokat kitegyen. Mert amikor majd eljön az a pillanat, hogy ő azt mondja, hogy vegyem le a polcról, akkor azt mondom, mert a tiéd is kim van. De lehet, hogy egyébként az a pillanat jön el, amikor nem szól, és levesz néhány tárgyat, bezsákolja, ezt úgy se veszi észre, Gyuri, ez mehet ki. Sajnos jó tippeket adtál neki, mert ezt anyukám 20 év alatt kitanulta, és amikor már 7 akvárium ment orosz lélegeztetőgépről a szobámban, és már nem lehetett aludni, és olyan pára volt, akkor egyszer hazamentem, és nem volt meg a 7 akváriumom, tehát anyukám egy iskola alatt felszámolta ezt az egészet. Úgyhogy van ilyen, vagy amikor elkezdtem ilyen asztalokat építeni modellezéshez, akkor szintén ugyanígy jártam, amire hazamentem, ki lett dobva az egész. Úgyhogy lehet, hogy csak így lehet megszüntetni ezeket a dolgokat. Van olyan tárgy, amit gyűjtesz? Van egy érmegyűjteményem, azt egyszer felmérettem, csak azért, hogy ér-e valamit, soha nem adnám el. Felmérettem, semmit nem ér, pedig vannak benne ilyen 1400-as évekből származó pénzért, még én kérdeztem, miért nem ér ez semmit, 1400, hát az 600 éves pénz, hát nem ér semmit. Hát, hogy rossz helyre vitted. Hát nem, egyszerre 4 helyre küldtem ki, és ugyanazt az eredményt küldték. Pedig van, aki felméri. Először is, ha az ember kap ajándékba valamit, akkor azt semmiképp nem gondolom magamban se, hogy ez kacat. Csak később jövök rá egy kacat. Tehát, hogy kell egy ilyen viszonylagos eltávolodás egy tájtól, hogy egy idő után kacatnak nyilvánítsam, és akkor valamit kezdjek vele, de azért bennem van a sváb vér, és a sváboknál ugye valószínűleg a világháborús tapasztalat, stb. Meg egy generációs tapasztalat, ugye azért a apukámék hiánygazdaságban nőttek fel, valamire jó lesz. Jó lesz, majd igen, még valami. Betesszük a sarokba, és akkor apámnak körülbelül 15 fűrésze, 86 csípőfogója és egyebek sorakoznak. Én keményebb vagyok. Tehát én azért nagyjából évente egyszer szoktam egy ilyen kidobálós sót rendezni, amikor a padlásra, tehát általában amikről így gyanúdható, hogy kacat, az így fölkerül a padlásra, aztán fölmegyek a padlásra, és akkor onnan meg leviszem őket. De már még akkor mindig zsánt, van egy probléma, ugye, hogy mi azért megpróbálunk ilyen környezettudatosok lenni, hogy akkor mit csináljunk vele. Hogy akkor most ezt dobjuk ki, na de hát valakinek még jó lenne. Valamire még jó. És akkor nyilván egy részét kidobjuk, szelektíven, szigorúan, tehát én minden héten vagy két... az egyik kukába, másikat a másik. Igen. Meg hát ugye szét kell válogatni, mert azért most akkor ez fém, vagy ebben mi a műanyag, mi a fém, meg mitől. Szóval azzal is van munka, és akkor van egy része, amelyik szelektíven sem dobható ki, és akkor ilyenkor van a dilemma, hogy akkor ezt tegyük félre. De például a bátyám, ő súlyosabb, mint én, ő már kicsit ilyen, van benne ez a gyűjtögető vonal. De ő is szelektíven gyűjtöget, tehát körülbelül szerintem 40 biciklire való biciklealkat rész van, gyűlik össze a nagy szobában, ahol már nem lakik senki, csak a biciklik. És ha valaki vinne egy újabbat, az is kellene egyébként. Igen, és sosem ad el belőle, meg nézi, hanem így valahogy, tehát ő neki ez egy picit ilyen súlyosabb eset, és ezért én, látva őt, nagyon szigorú vagyok. Tehát, hogy azért én kemény vagyok ebben, aki viszonylag kemény vagyok. Miközben tényleg úgy van, hogy az ember egy idő után rabja lehet a tárgyainak, és a kacatjainak is, tehát a soha nem használt, csak úgy van valamiféle érzelmi viszonyod vele, de egy idő után ezek elboríthatják, és elkezdi, nem ők szolgálnak téged, hanem te szolgálod őket. Na ezt az állapotot, ezt sosem szabad megvárni, nagyon keménynek kell lenni, és akkor én kemény vagyok egy évben, két évente, ahogy energiám van rá. De akkor tényleg én egy picit még a kiinduló pontra visszamegyek, hogy tényleg valaki ad neked valamit, szeretettel adja, egy tényleg valami kis tárgy, de mondjuk egy dísztárgy. Ezt András magának hoztam. Csillog a szeme, nyújtja. Ha elfogad... nem foglal olyan nagyon sok helyet, akkor nem dobom ki. Elfogadod. És főleg akiket, egy-egy tárgy,
amit tudok arcokhoz kötni, vagy helyekhez, mozdulatokhoz, azt nem nagyon dobom ki. Ha, hogy nem kér nagyon sok helyet, akkor... Ekkora, mondjuk egy ilyen csak. És hogyha úgy esztétikus is, akkor simán lehet, hogy valahova beinstallálom. Beviszed mondjuk a házba, tényleg feleséged azt mondja, hogy András, mondjuk nevet rajta, ez meg mi? A feleségem az súlyosabban látszod, és akkor ő mondja, hogy ezt remélem nem akarod bent hagyni, de elmondott te, hogy hát egy olyan kedves asszonnyal találkoztam, elmeséled a történetet, és ragyogott a szeme, és ezt olyan szeretettel adta. Nem dobom ki. Feleséged ezeket. Nem mond semmit, mondjuk te pedig leteszed mondjuk a konyhában valahova egyenlőre, majd valahova oda teszed. Mi lesz vele? Ha tényleg mondjuk nem annyira praktikus, de mondjuk esztétikus, akkor nem dobom ki. Dísz. Tehát mondjuk akár bekerülhet egyszerűen az egyik polcra is? Az egy jó érzés, hogyha az ember így hirtelen megtalálja a helyét. Igen, hogyha van nekem egy ilyen kis kerámia csillagom. Azt mondjuk, mi lenne, ha fölraknánk így idén a karácsonyfára? Na tessék. És akkor például. Igen. Ja. Hát szóval van ebbe szerintem egy ilyen határ. Nyilván az ember, mikor 20-30 esztendős, akkor könnyebben tartja meg ezeket a tárgyakat. Mikor már ennyi idős, mint én, akkor már egy idő után ezek sokan vannak. És akkor azt kell mondani, hogy van egy pont, ahonnan már nem tud. És akkor van egy apropó, mondjuk költözködés. Hát az apropó. Igen. És akkor az a költözködésnél az ember keményen kell szelektáljon, mert hát és akkor ezek ott maradnak. Például a feleségemnek elég sok ruhája van, ugye színésznő, és hát ugye sokszor meg is tartja a szerepruháit, stb. És akkor az van, hogy emlékszem, hogy ad nekem két zsákot, na, vidd el a lányaidnak, akkor ők leválogatják, utána még elvisszük a másik, ők is leválogatják, és a végén az utolsó kört, ami már senkinek nem kellett, azt mondjuk elviszem egy ilyen textil leadóba. És akkor tehát, hogy például mi azért próbál, nyilván az ember az a legrosszabb, mikor így kap valamit, és azt azzal a mozdulattal kidobja a kukába. Szerintem az valahogy azzal sem szép, aki hát adja, igen. Meg azzal sem szép, meg magával tárgyal sem szép. Annak azért kell egy kis esélyt adni, meg egy kis időt, hogy megtalálja a helyét. Hát ez így szépen hangzik, igen, csak például pont egy olyan ember esetében, mint amilyen te vagy akár a feleséged is, hogy esetleg csapatosan emberek is azt érzik késztetésként, hogy adjanak valami kis ajándéktárgyat, rengeteget, és mondjuk százat. Szerencsére például én nagyon sok bort kapok, azon nincs gond. De ha véletlenül mondjuk 10-szer annyit kapnál, mint amennyi. Nem fenyeget. Nyilván, nem fenyeget. Hát van egy-két tétel, ami a mosogatóba végzi, de általában kíváncsiságból legalább megkóstolom őket. De ugye nekünk van egy nagyon pici borászatunk, és emiatt is cserélünk is borokat borászokkal, meg akik megyünk jobbra-balra. Szóval én kíváncsi vagyok, szerintem a bor egy megunhatatlan történet, szóval nem vagyok egy nagy ivó, tehát tudom én, esténként egy-egy pohárral megiszunk a feleségemmel, de régebben azért többet ittam, szóval most nem akarok így előadni itt a nagy ízét, de tény, hogy egyszerűen meguntam azt, hogy mondjuk nem is szeretek részeg lenni. Nem tudom, szóval, hogy persze kapom most. Én például a szakma jártam, de a CD-kkel vagyok úgy, hogy gyakorlatilag a feleségem kocsiján kívül sehol már nem tudjuk lejátszani, az övében még belefér. De most az utolsó számítógépemben is felmond, amelyik még le tudott játszani, CD-t, az is felmondta a szolgálatot, és ott van, de nem tudom kidobni őket, de azért, mert zene. És kapod, lehet, hogy most és kapám, most már azért nem is annyira jellemző, tehát most már inkább linkeket küld mindenki, de hát ott van a 90-es évek összegyűjtött, nem tudom, legalább 2000 CD, a másoltak, a kapottak, az írtak, amit vettem, ugye az a különös becsbe vannak. Na, például azt nem tudom kidobni, egyelőre még. A kazettákkal egy picit keményebb voltam. Kidobtam. De abból is van, igen, egyszer kidobtam. De abból is van egy pár, amit azért nem dobok ki, mert tényleg egy személyes emlék, vagy azért, mert a sajátjaim, vagy nem tudom, tehát hogy olyanokból is van egy pár. De például a CD-k még nem jutottam el odáig, hogy pedig hát...
ha a kazettákkal eljutottál, lehet, hogy eljön a CD-k ideje is. Például ott van a vinil, amiket sose dobtam ki, és most milyen jó, hogy nem dobtam ki, mert most újra beüzemeltem egy lemezjátszót. Beüzemeltél? Persze, és vettem hozzá egy ilyen eszközt, amivel újra lehet őket egy kicsit éleszteni, meg letisztogatni, meg pormentesíteni, meg minden, és lelkesen hallgatom, és hát a gyerek is. Például a Halász Judit vinileket, azok a kedvencei. És van olyan tárgy, amit gyűjtesz? Maximum a gitárokra lehet mondani, hogy gyűjtöm, de nem nagyon. Tehát most, ha arra gondolok, hogy mondjuk a 90-es évek elején ugye gitároztam is, meg basszusgitároztam is, és volt egy gitárom és egy basszusgitárom, most meg van mondjuk, ha mindent nagyon összeszámolok, akkor van mondjuk 15-20, akkor ez már gyűjteménynek számít. Gyűjtemény. De hát vannak zenész ismerőseim, akiknek meg 50 van. De az is gyűjtemény. Azt szoktam mondani mindig, hogy én nem vagyok egy ilyen nagyon gyűjtős, de hát hogyha az ember meglát egy hangszert, és mondjuk mindig azt szoktam mondani, még ezt a Kis Tibivel beszéltük, hogy mikor kaptunk egy nagyobb jogdíjat, akkor úgy éreztük, hogy kötelező visszaadni valamit a zenészek istenének, és akkor elmentünk, és akkor vettünk egy hangszert. Meg az tényleg úgy van vele az ember, hogyha egy jó hangszert választ, abban van egy-két-három dal. Na ezt megértem. Lehet, hogy kihozza. Így van, szóval, hogy a hangja... Az az új varázs. Igen, szóval, hogy egy jó hangszerben van, hogy egy egész lemezt az indít el, hogy az ember egy új hangszert fog a kezébe. Hát persze ez nem azt jelenti, hogy vadonatújat, hanem általában egy hangszernek jó, hogyha van ideje, van története. A forgatási helyszínt a Hotel Tiliana Budapest biztosította. Együttműködő partnerünk a Mária Rádió. Made in Media. Média megjelenés. Rádióban és televízióban. Országszerte. Együttműködő partnerünk az Exilis. Játszva lehet fogyni. Sztárportré a YouTube-on is.